Mindeddig csak nagy túlzással volt parknak nevezhető ez a hely a Singellőben. A városrész szíve igencsak rendezetlen volt, ráfért már a tatarozás. Nem volt szörnyű, de tényleg egy ilyen nagyon lepusztult, egy ilyen rész volt, ahol csak úgy volt, megvolt, és gyomos volt, régi vaskeretek voltak, körülötte elhanyagolt ilyen járdácskák, pad sehol, tehát nem érezte az ember magát otthon ebben a parkban. Itt van a Singellő egyetlen élelmiszerboltja, és rengeteg idősebb lakos jár ide, és nem volt nekik hova leülni, meg pihenni, mivel nagyobb távolságokból is rákényszerültek, hogy ide jöjjenek. Sok önkéntes talált egymásra, az újságos standot például a Krea csoport újította fel, és ingyenes wifi szolgáltatást is bevezettek, hála a Reboot számítógépes szaküzletnek. A szobrokat a Nasztori Csemadok alapszervezetnek köszönhetjük, ahol Dobosi úr a Singellőnek ajándékozta, illetve kölcsönözte ezt a három nagyméretű faszobrot, amelyeket rendszeresen fogunk majd cserélni. Ezek a szobrokról még annyit kell tudni, hogy a tűzvirág művészeti hetek alatt külföldi fafaragók faragták ki. A repülőgép szobrot pedig a Stroja Mechanizmi részvénytársaság ajándéka, amelyet Miroslav Váradi készített, díszműkovács, és ezzel repülővel szeretem volna szimbolizálni a Singellő szlovák megfelelőjét a Rezsicki polit. Varga Tamás önkormányzati képviselő cégeket és civileket megszólítva vitte végig tervét, bizonyítva ezzel azt, hogy léteznek még közös célok, és ezekért a közös célokért érdemes együttesen dolgozni. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.